Négy hónappal ezelőtt pusztította el tűzvész az Andrássy úti köröndön álló, kiemelkedően értékes neoreneszánsz bérpalota tetőszerkezetét. A közvetlen életveszély, egyes visszabontási munkálatok és a takarítás után a héten veszi kezdetét az úgynevezett esernyő projekt. Előre gyártott acélelemek segítségével védőszerkezetet húznak az épület fölé. Egy védőtetőt építünk a házra, ami nem olyan tető, mint amilyet megszoktunk egy városi környezetben, ami cserépfedett, faszerkezetű, illeszkedik a történeti kubushoz, hanem kizárólag az a célja, hogy elvezesse a vizet az épületről. Természetesen minden tetőnek ez a célja, ez hangsúlyozottan nem egy végleges megoldás, ideiglenesen a leggazdaságosabb megoldást választottuk, tehát ez nem esztétikai alapon, vagy ilyen szempontoknak megfelelően épül, hanem azt a célt, de azt nagyon jól megvalósítja, hogy a csapadékvizet megfelelően elvezesse a házról. A védőtető ideiglenes megoldás, időnyerés. Arra nagyjából 3 évre elég, ameddig kiderül, hogy mit lehet kezdeni a palotával. Erre a kérdésre egyelőre senki sem tud válaszolni. Bejárásunkkor világosan látszott, hogy az épület a tűz nélkül is éppen elég rossz állapotban volt. A tüzet követő nyárvégi esőzések pedig tovább rontották a helyzetet. Szerencsére semmilyen olyan végzetes dolog nem történt, ami miatt helyreállíthatatlan lenne a ház. Ennek nyilvánvalóan a tűz kapcsán jelentősen megnőttek a költségei. Tehát minden tudjuk, hogy hogyan nézett ki, megvannak azok a képzőművészeti alkotások, amik mondjuk helyrehozhatatlanak lennének, kőfaragványok, egyéb öntött vaselemek, tehát megvannak, részben megvannak, újragyárthatók vagy felújíthatók, tehát ilyen módon ez rekonstruálható a tűz, ez nagy kárt okozott, de nem helyreállíthatatlan. És a közművek? Közművek jelenleg ki van kapcsolva mindenféle közműellátásból a ház. Alapvetően ugye gázkészülék nem működhet, mert kémények sincsenek. Ezt ha elkészítettük a védőtetőt, utána a kémények újra üzembe kerülnek, és utána kell ezeket a közműveket visszakapcsolni. Tehát itt két határidő van, egyrészt ugye mi 8 hét alatt megcsináljuk ezt a tetőt, utána van egy olyan folyamat, hogy a kéményeket át kell vetetnie, ez már a háznak a feladata. Utána lehet visszakapcsoltatni a gázközművet, és minden más közművet, ami ezzel kapcsolatos. A csatornahálózat működik, tehát annak olyan az állapota, hogy ez igazából vigyázni kell most arra, hogy mondjuk ilyen fagyból eredő károk ne legyenek, tehát olyan értelemben egy ilyen rendszeres karbantartást kell csinálni a házban, de egyébként ezek működőképesek. Az elektromos hálózat nyilván a 3. emeleten teljesen megsemmisült, tehát a szint elosztókig működik ez, ezt is felülvizsgálat után szabad csak az egyes lakásokba visszakapcsolni. Az örökségmentés nehezíti a palota körüli jogi káosz. A felelősséget mindenki hárítja, az épület mintegy 25%-át tulajdonló offshore cég pedig felszívódott. Jogilag mennyire zűrzavaros a helyzet? Például az, ahol állunk, ez tisztázható, hogy kié pontosan? Teljesen zűrzavaros, tehát ezért is neveztük ezt egy esernyő projektnek, hogy mi nem az épülethez nyúlunk, nem a beruházót segítjük, nem a lakóknak adunk ajándékot, hanem egy világörökségi helyszínt óvunk meg. Tehát ez jelenleg teljesen vitatott státuszú, tulajdonjogú helyszín. Természetesen minden pillanatban rögzítve van, hogy épp kinél van a tulajdon, de mivel egy felszámolási eljárás van, rendőrségi vizsgálat, katasztrófavédelem vizsgálódik még a körülmények ügyén. Tehát azt állítani, hogy most ez a négyzetméter pontosan személy szerint kié, és itt ki lenne jogosult beruházni, ez egy elég nehéz kérdés, mi ebben nem is foglalunk állást. Mi teljes felhatalmazást kaptunk a társasháztól arra, hogy ezt a munkát elvégezzük. Ezen felhatalmazás alapján dolgozunk, és csak ennyi a részünk benne, tehát megvédjük azokat a örökségi értékeket, amik helyrehozhatatlanul megsemmisülnének. A Kodály körön 4 palotájából 3 rémes állapotban van. Arra, hogy milyen veszélynek vannak kitéve Budapest világörökségi épületei, jó példa a páratlanul értékes Király utca 40 minapi lerombolása. A védőtető tehát időnyerés, de minél hamarabb választ kell találnia, hogyan továbbra.